A 25 szár rózsa és az ünnepi köntös jelzi, hogy az Elcsi Szociális Szolgálat nagy ünnepre készül. Az intézmény ebben az évben tölti 25. születésnapját. Ebből az alkalomból a szolgálat lejtősori telephelyén ünnepséget is tartott, ahol Cserkutini Herédi Erika intézményvezető köszöntötte a vendégeket. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, egykori és jelenlegi kollégáinkat, lakóinkat, egy szóval mindenkit, aki jelenlétével megtisztelt bennünket. A Szociális Munka Napja és az intézményünk fennállásának 25. évforduló alkalmával rendezett jubileumi ünnepségünk. Köszönöm, hogy önök jelenlegi vendégek valamennyien elfogadták meghívásunkat. Ünnepelni jöttünk ma. A Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége 1997-ben jelentette ki november 12-ét, vagy jelölte ki november 12-ét arra, hogy ezen a napon világszerte, minden évben tisztelegünk azok előtt, akik odaadóan segítik, támogatják, felkarolják az elesetteket, a szegényeket és a betegeket. Magyarországon 1998 óta köszöntjük azokat a hivatásos és önkéntes segítőket, akik másokért fáradoznak. Méltatlanul kevésszer gondolunk rájuk, de egyszer az évben semmiképpen sem feledkezünk meg róluk. Szerte a világon november közepén a társadalom megbecsülésének jeleként ünnepeljük őket. Ezt tesszük most itt mi is, ám ez mellett a különleges az a nap, mert az Elcsi Szociális Szolgálat elérte a 25 éves fennállását. Az Elcsi intézmény a megye egyik legsikeresebb szociális intézménye, ezt szintén igazgatóasszony mondta, erről tanúskodtak a 25 év pillanatképei is. Szabó Tamás Elcsi város polgármestere szintén köszöntötte az ünneplőket. Külön öröm ez számomra, hogy én is most visszajöhettem idős emberként vagy nyugdíjasként önök közé, azért, hogy itt köszönthessem mindazokat, akik még jelen vannak, és természetesen én is gondolok mindazokra, akik itt dolgoztak, azért cselekedtek, tettek az elmúlt negyed évszázadban, hogy az Elcsiben élő időskorú társainkat, vagy esetleg megszorult szociálisan nehéz körülmények között élő családokat segítsék, ápolják, pátyolgassák, és ez köszönet számukra, akik most aktívan dolgoznak, de akik elmentek, illetve már nincsenek közöttünk, őrejük is emlékezünk. A laikusok talán nem is tudják, hogy az intézmény dolgozói mekkora kihívásoknak felelnek is meg nap mint nap. A működés alapját, mint korábban is, az elhivatott dolgozók adják, akik közül többen a nyitás pillanatától jelen vannak. A képviselők virággal, a bentlakók pedig kedves műsorral készültek a jeles alkalomra. Őrizzük a szeretetet, ne hagyjuk kihűlni. Engedjük a mosolyunkat arcunkra kihűlni. Őrizzük meg lelkünkben az ott lévő békét, kivetítve érjük el a rút háborúk végét. Magas a házatok, konyhóban lakom én. Hogy is járva hozzád, ilyen szegény, mint én. De hogyha majd egyszer mi hozzánk kell jönni, a magas házatokba biztos sosem mennél.